Én nagyon nehezen indultam, és nem is indultam el tulajdonképp ilyen, olyan értelemben, hogy mások elindultak, én soha nem indultam el engem. Fél év után kirúgtak a főiskolára, mert összevesztem a mesteremmel, a Vig Tamással, aki egyébként egy jó szobrász volt. Akkor azt én így magam szedegettem össze a saját indítatásaimat innen-onnan. A fához volt egy eszméletlen affinitásom fiatalkorban, most már kicsit megfordult ez a dolog. De most már inkább szellemi tartalmak kifejezésére használom, tehát hogy ami cél volt, hogy fával dolgozhassam, az most inkább eszközzé simult. De a fából indult ez a dolog, és hát sokat szenvedtem, mindig állandóan mindent mindig el kellett rontani, és akkor egy ilyen utólagos reflexió, hogy miért repedt szét, miért vetemedett meg, és akkor ezt így megtanultam, így. Minden munka felvetette maga problematikáját, és akkor azt úgy ügye-baja megoldottam. Szerettem a figuralitást, nekem ez alakult ki, hogy nem egyszerű állatszobor, hanem több, tehát ilyen hieratikus, tényleg ilyen totemisztikus állatok érdekeltek, vagy akkoriban azt tudtam egyszerűen befogni. És aztán voltak ilyen, vagy vannak ilyen apokrif darabok, inkább a fából vaskarika helyett azt javaslom, hogy inkább a körnégyszögesítéséről eshet szó, mert ez többféleképpen megjelenik ebbe. Azt gondoltam, és ez egy tévedés volt, hogy egy hengerpalástra ráírható egy forma, és kiderült, hogy nem írható rá, hanem belül négyszögletesnek kell lenni. Tehát van egy teljesen organikus forma, és belül teljes derékszögek vannak, tehát a belső átlátható része, tehát egy olyan négyzetesség van benne, ami így látványra nem látod. Elmélyedtem a tradícióba, de nem a népi tradícióba, tehát nem ilyen magyar népi, meg ez teljesen idegen tőlem, hanem ahogy azt régen mondták, vagy azok, akik ezt újra feltámasztották, egy ilyen szent metafizikai tradíció, ami minden dolognak az ősképe, tehát ebből a tradícióból származnak a vallások, és mindenfajta olyan szakrális megnyilvánulás, ami lényegében azt mondja, hogy az ember az Isten tükörképe, és hogy az ember eredete isteni, és hogy fenn kell tartani a kapcsolatot a magasabb valóságokkal. Nem akarok ilyen szubjektív, individuális dolgokat csinálni, és akkor inkább egy ilyen egyetemesség felé elmozdulni, és akkor mindig kockáztattam, hogy metafizikai közhelyeket fogok pufogtatni, de ha másnak megfelelt, nekem is jó ez, és hát ezt csinálom. Tehát igyekszem a személyes, szubjektív indítatásaimat teljesen kipárolni ebből. Ami maga után vonja azt, hogy mondjuk legyen paradigma, legyen benne tanítás, vagy legyen benne valami olyan pozitív, ösztönző erő, ami jó irányba hat. És ehhez az is hozzátartozik, hogy nem a tudattalan, iszapos, sötét, törmelékes mély rétegeiből merítem a munkáim ösztönző erejét, hanem inkább a tudat felettinek egy ilyen tiszta, fényes és letisztult. Az indiaiak úgy mondanák, hogy szatvikus energiáival, szatva. Ők három energiát különböztetnek meg, a rajas, a tamas és a szatva, és ez nagyon fontos. Az európai kultúrában ez nincs benne, pedig nagyon fontos. A tamas az egy lefelé húzó, tompa, sötét erő, tehetetlen. A rajas az horizontálisan terül szét, az egy ilyen konstruktív erő, mondjuk annak lehet piros a színe, a tamasznak mondjuk fekete a színe, hogyha a színekre bontjuk. A szatva az pedig fölfelé irányuló, egy letisztult fehér szellemi eszencia, egy ilyen ragyogó eszencia. Most én ezt a szatvikus energiát keresem, meg próbálom magamba
létrehozni, és a munkáim úgy gondolom, hogy ez kötelesség is, hogy csak ebből a szatvikus energiából meríthetik a létalapjukat. A művek azok emlékeztetők csupán, és olyan, tehát arra valók, hogy a világban eltorzult gondolkodásunkat az isteni harmóniára és egyensúlyra visszaállítsák. Tehát olyan kontemplációs támaszok, amiket az ember a saját útján használhat, ha még szüksége van ilyenekre, mert aztán egy idő után persze ilyenekre nincs szükség. Tehát először kellenek segédeszközök, és aztán az ember megy tovább minden nélkül. De az biztos, hogy a művek azoknak kell szolgálni egy ilyenfajta küldetést, hogy az ember magasabb szintre lépésének a lehetőségét tehát előmozdítsák.